A Teleki utcai játszótéren gyülekeztek az Eszterházy Miklós szakképző iskola 9-es, valamint a szakma után első éves érettségiző osztályok tagjai. Nagy izgalommal várták az ökonapi rendezvénysorozat indulását. Ez a rendezvény 2005 óta van nálunk, akkor nyertük el az ökoiskola címet, és gyakorlatilag hagyománnyá teremtettük. Vannak évek, amikor más iskolákat is meghívunk. Idén csak a saját csapataink vannak, 8 csapat, és gyakorlatilag azt próbáljuk elérni, hogy egy kicsit a természetbe is tanítsunk. Az épített környezetet a természetes környezettel összehozzuk. A gyerekeknek először az osztályuk kezdőbetűjét kellett kirakniuk egy adott helyszínen, amelyet fényképezőgéppel vagy telefonnal kellett megörökíteni. Ha ezt bemutatták, akkor indulhattak tovább a következő állomásra, ahol egy izgalmas ételfelismerés várta őket. Szaglás alapján kellett kitalálni, hogy mi lehet a pohárkában, és meg kellett állapítaniuk, hogy az egészségese vagy sem. Fahé. Igen. Hát, ha láttad. Egészséges? Igen. Nehéz volt. Paprikát szagoltam, felismertem cukrot is. Azt nem volt semmi illata a cukornak. Környezetvédelem, fogyasztóvédelem, biztonság és egészség – ezek voltak az idei ökonap jelszavai. Mind a 10 állomás feladatai e köré, a 4 csoport köré szerveződtek. Gyakorlatilag az a célunk, hogy a fogalmakat egy kicsit tisztázzuk. Környezetvédelem területén a nemzeti parkok, az idei bemutatásra kerülő feladatok, a fogyasztóvédelem belül a fogalmak tisztázása keresztrejtvényen, illetve activity-n keresztül, a biztonsága pedig a rendőrséget kértük meg. A Szálláséti Tóná egyenruhás rendőr várta a diákokat, akiknek a bemutatott karjázéseket kellett felismerniük. A diákok megismerkedhettek azzal a szabállyal, ha a rendőrt előről vagy hátulról látják, valamint a kinyújtott karjával szemben állnak, akkor nem szabad tovább menniük, ha pedig oldalról látják a rendőrt a jelzőbot nélkül, akkor nyugodtan tovább haladhatnak. Minden diákra ráfért a gyakorlás, hiszen bármikor találkozhatnak ilyen szituációval. Nem volt nagyon nehéz, csak tudni kell a közúti szabályokat, hogy mikor mehet az illetottja, például rendőr irányítja a forgalmakat. A feladatok nagyon tetszettek a diákoknak, egyik helyszínről vándoroltak a másikra remélve, hogy minél több pontot tudnak majd összegyűjteni.